Igen, ám, de van ennek egy keleten nagyjából megfelelő földrajzi egység, ez a Tarim-medence. Na most ez meg az Ujgur birodalomnak volt a területe. Tehát a kettő között pulzált folyamatosan ez a népség, amit mi ífeszítő népek közösségének nevezünk, ífeszítőket lefordítom latinra, akkor a Sagittarius szóhoz jutok. Sagittariusnak pedig egy csillagképet is nevezünk, meg egy hónapot is nevezünk. Az évkörben ez a tulajdonságrendszer jellemző erre az etnikai kulturális folyamatosságra. Tehát ezt nevezik egy csillagképről nyilas tulajdonságrendszernek, egy évköri egysége ez az adventtel induló hónap, ami karácsonyra, tehát fény újjászületésre vezet rá, ekkor volt a kerecsen ünnep valaha, tehát amikor a fény újraindul az évkörben, tehát teljesen jól értelmezhető ennek a Sagittarius, tehát ífeszítő tulajdonságrendszernek a lényege, ez egy magasabb rendű energiaforrásból, a saját tejútrendszerünk központjából egyenes úton hát továbbítja ide az energiákat. Tehát erre mondják nagyon régóta, tehát amióta egy asztrál mítoszi, tehát csillagmítoszi körben értelmezik a világ eseményeit, hogy ha ide teremtő erő akar érkezni a Földre, az vagy a nyilason, mint csillagképen keresztül jön, vagy nem érkezik be. Na most, akik ezt a tulajdonságrendszert képviselik a világban, például mi magyarok, illetve ezek az őseink visszamenőleg a szkítákig, azoknak ez a feladatuk. Tehát ha mi nem tudjuk a feladatunkat tenni, mert lebeszélnek róla, mert nem engednek magyarként viselkedni, ők fogják megbánni. Tehát ez nem a mi dicsőségünket szolgál, ez egy felelősség. És ezt a teremtő erőt, ha mi nem továbbítjuk a világban, más nem fog erre vállalkozni, mert ez egy önfeláldozó tett. És én nem ismerek más nemzetet, aki erre hagyományosan képes, és aki vállalná is. Tehát bennünket nem fog egyetlen nép sem helyettesíteni ebben a szerepkörben. Nekünk viszont a hagyományunk folyamatosan ez diktálja. Most a földrajzi áttekintés után nem árt egy rövid történeti áttekintés sem. Ezek két-három mondat, ne szégyeljük azt, hogy meghallgatjuk, és ne próbáljuk ezt megspórolni. Ugyanis ezt nem tanítják sehol. Óvodától kezdve egyetemig nekem se tanították. Tehát ezt egyszer mégiscsak meg kell tanulni. Az ókornak, körülbelül a krisztusi időkben, hogy tudjuk hova tenni a történetben, van egy latin nyelven író történetíró, egy római történetíró, Justinusnak hívják. Korábbi műveket összegezett, és van magyar fordítása. Justinus világkrónikája. Na most, ebben ő a szkítákkal is foglalkozik, és legalább két nagyon fontos dolgot hadd idézek tőle. Az egyiket mi egymás között szoktuk emlegetni. A szkíták, akiket egyébként az egész ókorban az erkölcs mintaképeinek tekintettek. Tehát az, hogy szkíta erkölcs, az egy fogalom volt rómaiaknál is, görögöknél is. Egy ilyen mondattal jellemző őket Justinus, a szkíták sohasem igyekeztek megszerezni olyan dolgokat, amelyeknek az elvesztését fájlalták volna. Tehát csak olyan dolgokat szereztek meg, amit utána bátran továbbadhattak. Vagy ha tőlük valaki elrabolta, nem sajnálták. Miért? Mert újra tudták alkotni. Tehát például ilyen dolgok miatt keseregni, hogy ellopják és kisajátítják a népművészetünket, és eladják külföldnek albumokban, mint szlovák népművészetet, mint román népművészetet, mint szerb népművészetet, holott ordít, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, tehát nem az övék. Ne sajnáljuk, mi újraalkotjuk. Ők nem tudják újraalkotni. Tehát ez a gondolkodásmód, ez a szkíta korig töretlenül ér. És ezért van az, hogy egy magyar, ha tényleg méltó erre a névre, sohasem fog irigykedni egy másik népre, akkor se, ha az mondjuk igyekszik kisajátítani a mi értékeink. Miért? Mert tudom, hogy én újra tudom alkotni. Tehát ehhez ezt a tudást kell megőrizni. És nem irigykedni, vagy nem. Akkor se, ha jogtalanul tulajdonít el dolgokat. Tehát nem pártolom a bűnöst, de tudom, hogy én újra tudom alkotni, ő viszont nem tudná. Na most a másik, ami, tehát ez az egyik nagyon fontos tulajdonságunk, amit már a rómaiak nagyon is számon tartottak a szkítáknál. A másik, ami nagyon meg kell, hogy gondolkoztasson, hogy számon tartanak egy vetélkedést az ókorban. A vetélkedésnek a tétje az, hogy melyik a legősibb nép. Na most
Justinus korában, de már a korábban alkotott Rogus Pompeius korában is már eldőlt ez a vita. Tehát már csak az eredményét közli velünk a római történetíró, ez pedig úgy szól, hogy az egyiptomi és a szkíta maradt utoljára Porondon, mindegyik elmondta maga érveit, közli is őket Justinus, tehát magyar nyelven lehet olvasni az ő világkronikában, és a végén egyértelmű volt a döntés, a szkíta a legősibb nép. Na most, erre lehet mondani, most mit kell büszkélkedni, hát bocsánatot kérek, ez nem büszkélkedés kérdése, hanem ez fölvet egy további kérdést. Az pedig így szól. Ha én megkérdezem mondjuk az utca emberét, aki történetesen legyen egy aránylag művelt, tehát történeti területen is tájékozott ember, ez körülbelül mennyi időt ad az ókori Egyiptomnak? Akár hasra ütve. És azt fogja mondani, hát néhány évezred azért ez volt ez az óegyiptomi történelem. És aztán nagyjából megszoktunk egyedni, jó, 3 évezred. Ez tulajdonképpen nincs is távol a valóságtól. És akkor utána megkérdezi az ember, és a szkítának mennyit adna? És ha ő műveletlen, mert általában nem tanítják a szkíta történelmet, az egyiptomit mégiscsak tanítják, a szkítát nem. Hát akkor azt mondja, ne haragudjon, nem tudom. De ha valamilyen speciális műveltség folytán tanulta, akkor azt mondja, Jézus Márián, hát összesen 3 évszázadot ad nekik a mai tudományosság. Na most ókori Egyiptomnak 3 évezredet, szkítáknak 3 évszázadot. Az ókorban egyértelműen elfogadott nézet szerint viszont a szkíta az ősibb. Akkor itt valaki hazudik. Tehát ezt nem lehet másképp megfogalmazni. Itt valaki hazudik. Most lehet úgy beállítani, hogy Justinus hazudik, de én félek, hogy nem ő hazudik. Tehát azt jelenti, hogy mi a múltunkból, hát először is nem vállalhatjuk, mert hivatalosan nem lehet vállalni a szkíta múltat. De ha történetesen, miután annyi bizonyíték van rá, tehát ezeket felsorakoztatjuk, és utána azt mondjuk, hogy legalább ezt a 300 évet ne tagadják már ki a múltunkból, hát akkor is, hát hol van a többi? Hol van a többi 2700 év? Tehát itt óriási, nem akkora a múlt torzítása, mint amikorát mi gyanítunk, hanem sokkal nagyobb. Na most ez ellen mi nem tudunk másképp, egyelőre legalábbis, nem tudunk másképpen küzdeni, csak úgy, hogy minden olyan népnél, aki tudja, hogy a múltja nem 3 évszázad, és nem is 10 évszázad, annak, ha nyújtja felénk a kezét, mert nyújtják felénk, évszázadok óta folyamatosan nyújtják felénk, akkor legalább nem lökjük vissza. Mert a hivatalos politika nem tegnaptól kezdve lök vissza minden ilyen kezet, hanem a Habsburg időkben már az első Habsburg óta folyamatosan. Tehát azt jelenti, hogy ez nem mai probléma, hanem itt egy fölhalmozódott problémáról van szó, hogy vállalni csak nagyon primitív műveltségi körökből szabad rokont, miután ilyenek egy bizonyos földrajzi szélesség fölött vannak csak észak felé, tehát onnan választhattok rokont, ha nagyon akartok. Ne érdekeljen, hogy ennek a rokonításnak semmilyen történeti alapja nincs, ne érdekeljen, hogy nyelvileg sincs megalapozva, hanem egyszerűen tanuljátok meg. És ha érvényesülni akartok, akkor mondjátok föl.